A Vásárosnaményi Forrásvállalkozói Klub szervezte a találkozót, amelyre a határmenti térségből érkeztek vállalkozók. A határközelsége kedvező gazdasági lehetőséget biztosít az itt dolgozó vállalkozásoknak, valamint közös tevékenység esetén lehetőség van arra, hogy az eltérő adózási környezetben a kedvezőbb feltételeket válasszák. A Fiatalok Kulturális Szövetsége 10 éve működteti a Vásárosnaményi Információs Pontot. És nagyon sokszor tapasztaltuk azt, hogy az emberek nehezen találnak munkahelyet, főleg itt Vásárosnaményi és környékén. Ennek az egyik számunkra úgymond lehetőséget próbálunk meg biztosítani arra, hogy vállalkozók és vállalkozók között együttműködések jöjjenek létre, és az együttműködések ugye újabb munkahelyeket, újabb gazdasági lehetőségeket teremtenek, és erre szerintem itt a határ mellett az egyik lehetőség az, hogy határon túli vállalkozókkal együttműködve alakítunk ki újabb programokat, újabb munkahelyeket, újabb gazdasági tevékenységeket. A térségben a mezőgazdaság mellett az építőipari tevékenység a meghatározó, ezért a vállalkozók nagy része ebből az iparágból érkezett. A Vállalkozói Klub elnöke szerint az együttműködések fejlesztése arra is lehetőséget biztosít, hogy a válsághelyzetben lévő ágazatok túléljék a recessziót. Már régóta gondolkodunk azon, hogy kilépünk a határainkon túlra. Először próbálkoztunk Ukrajnába, de ott sajnos az adminisztrációs nehézségek miatt a kapcsolatfelvétel nagyon nehézkes. Most adódott Romániával, ott azon is belül Szatmárnémeti vállalkozói körrel egy kapcsolatfelvétel. Ugye sok minden egyéb dologba támogatja az unió a határon átívelő programokat. A találkozón szó volt azokról az uniós pályázati lehetőségekről is, amelyek forrásokat biztosíthatnak a közös programokat megvalósító vállalkozásoknak. Ilyen jellegű találkozások után nyílik meg az a reális lehetőség, hogy közösen tudjunk pályázni Európai Uniós forrásokból elsősorban. Másodszorban ne felejtsük el, hogy a konkurencia termel igazán a minőséget, és ad egy plusz lendületet a magánszférának elsősorban. Az üzletember találkozót szeretnék a jövőben rendszeresen megrendezni. A résztvevők már meg is egyeztek abban, hogy a következő megbeszélést a határ másik oldalán Szatmárnémetiben rendezik meg.